Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkorps második részének folytatása. A Grand kampányunkkal. Lássuk, mire megyünk, mi a feladat egyáltalán. Ugye, elvileg el kell foglalnunk mindenféle mezőket, négyet megszerezni és megtartani. Egy, kettő, három. Négy. Összesen 60 elvileg. Ja, kettővel kezdünk. Egy, kettő, három, négy. Mind a hatot meg kéne szerezni, legalább egyszer. És innen ki kéne szabadítani a foglyokat. Hogy meglegyen a bónusz plecsni. Hárpedig az jól jönne, jól hangzana mind a két bónusz plecsni. Azt hiszem, itt elérhető különösebb probléma nélkül. Ez talán egy picit problémás. Bár rengeteg időnk van, viszont nincs elég a helyünk. Először töltsünk fel mindenkit, aztán lássuk. Ez egy jó kérdés, hogy melyiket akarom ebből kivonni vagy bevonni. Tüzérség kell, azzal nincsen kérdés. Ugye egy légvédelmet elvesztettünk. Azt nem ártana pótolni. Nézzük meg, hogy van-e először valami hasznos upgrade-ünk. Le lehetne ezt cserélni az egyiket. Vagy nem is annyira lecserélni, hanem becserélni kéne, vagy újra. Mert ha lecseréljük, akkor ugye nem tudunk 10 centis tüzérséget visszavenni, tehát akkor elvész. De ez egy picit jobb. Gyengébb légvédelem, de egyébként ugyanazt tudja, csak nagyobb sebzéssel. És van majdnem elég, hogy pótoljuk, meg felteszem, tudunk még szerezni újabbakat. Úgyhogy ezt a kevésbé, ez jó kérdés, hogy melyik. Mennyire sok ez a kevés, 400 az. Ezt bedobjuk a tartalékba, majd egyszer kihozzuk. Be kell dobnunk majd még egy valakit a tartalékba. Igazából ez a T26 lesz, mert nem tudjuk feltölteni. Akkor meg igazából fölösleges. Veszünk egy olyan 20 centis, vagy 20 centis. Szeretnénk 20 centist venni, de nincs. 12 centis löveget. Jó, és maradt egy pötty. Elvileg ugye van a BA 6-os jármű, ami még az UNL-hez képest is fényévekkel előrébb van. Főleg a... hogy hívják terén. Azonos védelme van, mint a UNL-nek, de sokkal jobb a páncélosok ellen. De ehhez kéne még egy hely, még egy slot. Úgyhogy valakit még ki kell dobnunk. Valakit még meg kell szabadítanunk. Ezt nem tudom, melyik lesz. Hát ezeket nyilván nem. Annyit tudunk megtenni, hogy őt overstrength-be dobjuk, mert az ingyér van. Gyakorlatilag. No. Mi az, ami nem kell? Vadász kell, bombázó. Mondjuk téli időjárás, úgyhogy az idő felében nem fogjuk tudni használni, szerintem az egyik bombázót fogjuk kirakni. Aztán majd idővel persze lehet, hogy visszavesszük őket. Jó, egy kis túltöltés belefér. És akkor három felderítő, három páncélos. Ezek a felderítők majdnem jobbak, mint a másik, mint a páncélosok. Hát van bőven erő itt a tartalékba.
majd időnként kihalásszuk. Egyébként valószínűleg egy csomó egység fog ott ücsörögni, és várja a sorát. Van egy pontunk, azért lehet, hogy vissza kéne venni a légvédelmet. Hogy hány XP-je van? 400, az már nem is olyan rossz, a másiknak 150, az katasztrófa. Szerintem azt a másik légvédelmet visszavesszük. Ja, mivel valójában egyébként nem olyan vészesen nagy a különbség a két eszköz között, hogy itt van másfélszeres tűzgyorsaság, és lóaltitúdattak, tehát hiába 6-ról 12-re megy, lehet, hogy ez egyébként jobb légvédelmi egység. Mondjuk tüzérségként hatékonyabb ez, azon nincs vita, de legyen akkor ebből egy meglátjuk. Viszont túl tudjuk tölteni bőven, mert légvédelem. Jó, hát ha van upgrade, bár nem hiszem, Breda. Az a baj, hogy ez egyel több helyet foglalna, és csak nagyobb, hogy hívják, jelenne. Egyébként nem rossz darab, meg a védelme is jobb, de rengeteg slot. Hely, gyakorlatilag ez egy pancer, ami pancer egy, amelyik nem alkalmas arra, hogy működjön. A gyalogság ellen sem ennyire. Oké, nem, még gyengébb a támadása is. Jó, kap tűzgyorsaságot, ezt a Rapid Fire-t. Nem. Nem rossz, de nem érzem az erőt abba. Vadászokba semmi, nem túl meglepő módon. És így se. Jó. Hát akkor különösebben nincs miről beszélni. Leszámítva, hogy a végtelen olaszokat majd valamikor meg kell venni szintén. Úgyhogy még az hátra van, az olaszokból mit tudunk kihozni. Kell két gyalog, mert különben nem tudunk mozogni. Meg nem lesz gyalogerőnk. Az 6. Marad 9. Ugye lehet vele venni egy ilyen pofás egységet. Hát egyértelműen ezt kell venni, mert nincs miről beszélni. Az 10, maradt még 5 helyünk. Igazából lehet venni egy normált, meg egyet, amit extrán túltöltünk, vagy még egy gyalogot. Még egy gyalog az nem egy hülye ötlet. És akkor 3 jármű, meg 3 gyaloggal az egy egész komoly erő. No. Kérdés, hogy hova akarunk a gyalogjainkkal menni. Itt van egy nem túl nagy egység, itt van rengeteg gyalog, spanyol gyalog. Azt hiszem a olasz gyalogok itt kapnak egy támadási irányt. És akkor az olaszok fognak megpróbálni elcsörtetni a raktárig, vagy mi ez, a börtönig. No. Egy ide. Egy ide. Egy ide. Nem, az meghalna, ha olyan előre rakjuk. Verdaja az mehet itt éjszakon. Trubia is. Egy UNL is. Meg a másik. (kül)
Azt hiszem középen fog menni támogató erőként a nagy. Jó, és te meg leszel itt a déli szakasznak. Ez jó kérdés, de azt hiszem ezzel járok legjobban. Ha valahogy így osztjuk el őket. No, és valamelyik vadásznak oda kell adni ugye a ingyen ribézt. Igazából már neked úgyis van egy híród, akkor te vagy ugye a szupererős, akkor legyen itt a ingyen átmozgó. Annyival hasznosabb lesz a 20-as. És akkor lássuk az első köröket. Mire megyünk? Nem sokra így, elsőre. 70-es... Hát... Jó, ezt majd meglátjuk. Egy Bilbao... Na, ott egy 12-es, az például jó lenne megcsípni. Azt például nagyon jól lenne megcsípni. Légvédelem, ami nem annyira szimpi. A B-at azért nem veszítenék el csak azért, mert el lehet. Remek. Ez körülbelül meg is öli. Mondjuk annyit megtehetünk, hogy ezzel ölöm meg. És akkor egy picit beljebb vagyok. Sokkal, egy picit. Három, öt. Ez nagyon nem jó cserék. Nagyon-nagyon nem jó cserék. Mondjuk így egy picit jobb csere lesz, mert ezt elvágjuk. Az az 1-3 az annyira nem szimpi nekem. Mondjuk az 1-1 az még kevésbé. Az 1-5 az viszont jó. Azt szívesen vállaljuk. Helyes. És akkor ingyen mehetünk most már. Ezúttal 4-re akkor. Az is egy 122-es tüzérség. Helyes. Hát igazából ebből sok aktív már nem lesz. Hát merem remélni, hogy onnan nem nagyon fognak jönni. Veszélyes dolgok úgy innen közvetlenül, majd kiderül persze. No,
Tudok-e veletek valami hasznosat csinálni? Nem nagyon. Hát mondjuk nem hangzik olyan rosszul. Egy-egy, az már nem annyira jó, mert ő a nem nyertes. Na. Köszönjük. Jó. Igazából, ha vele tovább megyek, akkor itt nincs elvágva, ami azért hasznos. Hasznos pozíció. Ezt meg úgyis leütik, azzal nincs kérdés. Jó. Alapvetően nem egy rossz menet. Hát ez az egy, ami nem annyira sikeres, ennek a mozgása. Van ám itt rengeteg gyalog, amit majd valahogy le kell küzdenünk. Na mindegy, rengeteg időnk van még, úgyhogy azzal nem lesz gond, hogy hogyan haladunk. Az elején. Jó, ide úgy érzem nyugodtan jöhetsz. Azt még meg is ehetjük, vagy akár azt is. Azt hiszem ezt fogjuk megenni. Vagy ha nem is megesszük, de... Hát igazából a spanyolok valószínűleg megeszik. Tényleg ne felejtjük el, hogy a spanyolt azt adjuk támadásba. Mielőtt kiderül, hogy valami nem jó stimmel, ne? Ez jó kérdés, hol állok legjobban, de azt hiszem itt védhetjük azt, ami leginkább értékes. Ez fogja bombázni, de hát na, most nem tudok mindent megvédeni. Lássuk az első körünket. Ugye ide nem akarok támadni ezekkel, mert az egy hét az már nem annyira vészes, de azért annyira nem is jó, hogy görcsöljek rajta. Jöjjenek a spanyolok. Szépen megeszik a veszélyes dolgokat. Azt körbevették, az szintén hasznos hír. Annyival beljebb vagyunk. Helyes. Azt kivégezték, ahogy számoltunk vele. Az talán megeszi a légvédelmet. Úgy bizony. Hát azzal megeszik. Viszont cserébe itt van némi gödör. Oké, azt a gödröt megoldotta. Nem is olyan vészes. Legyél vele boldog. Az nem zavar, tüzérség azért van, hogy dolgozzon. Az már inkább, hogy mennyi van belőlük, de hát... Az zavart volna, ha ez most talál, és öl. De szerencsére nem. Na, az egy nem baráti sebzés volt, maradjunk annyira. Oké,
ki, visszavonul, valahol belefér. Valahol. No. Akkor te beszéld meg vele. Ezen nagyon nincs is mit cifrázni. Te meglőd le. Mondd, hogy ki tudod lőni éppen ebben. Úgy. És ebből kapja meg azt, hogy plusz egy légi harc, mert annyit ölt már. Legalább teljesen jogos, teljesen ildomos eredmény. Hát ez esélytelen, hogy behúzza, úgyhogy arra rengeteg vadászt kell majd ráküldenünk. Olyan nagyon sokat azért nem. Ezt mondja, hogy ez a kettő megoldja. Higgyünk nekik. Kicsit drágán, de... Lesz, hogy nem. Hát akkor elköltünk téged is. Csak akkor ne felejtjük, hogy valaki más kell majd a tüzérség védelmére. Még azzal se ír át. Megkockáztatjuk. Drága, de megkockáztatjuk. Mindegy, lelő egyet, legyen vele boldog, húztuk, helyes. Azt mondja, hogy ez egy egész barátit lő rá. Oké. Akkor te oszd meg magad. Ötöt nem akarok beleütni, az kicsit fájó lenne. De az egy az teljesen oké. És elfogtunk 12 darabot, helyes. Na most ez nem izgat. De ha megettük, gyalog az fontos. Igazából ti egyesüljetek ott, azzal előrébb vagyok. Annak már nem annyira örülök, hogy elvileg a kukörbe van víve. Ezt még nem tudom megosztani. Ja, hogy a reptérre nem tud több egységet üzemeltetni, köszönjük. Hát akkor kénytelen vagyok ezzel ráállni, mert azt nem kockáztathatom meg, hogy bombázó érje. Bárhol is. Hát
hát lássuk. Azt mondja, hogy kár nélkül hozunk. Nem volt teljesen igaz, de hát mindent nem várhatunk el tőlük. Remek. No. Na, az egy jó kérdés, hogy az a reptér milyen állapotban van. Üres. Hát akkor zargassuk el ezt a nem csekély légierőt. Viccesebb lett volna egy másik időpontba. De akkor egyúttal tudjuk, hogy van egy vadász, egy másik vadász, meg egy bombázó. És egyik se baráti. Mindegy, most megkergetjük őket. És ott lesz egy nagyon jó kis repterünk, ha meg tudjuk tartani ennek a zónának a megszerzéséhez. Az még igazából túl messze is van, ha bárhol. Megpróbáljuk ezt az akciót. Hoztuk, amit kellett. Ez egy kicsit rizikós, de legrosszabb esetben körülbelül buktuk azt, amit nyertünk, amit elfoglaltunk. No, mi van még itt? Még a másik fele. Meg majd még ez a egység, de előtte jó lenne ezt kihozni. Jó lenne ezt kihozni. Az a baj, hát a három az jól hangzik. Ez, hogy egyetől, de mindegy, belefér. Legalább elfogtuk. Annyival bejjebb vagyunk. Ez másszon föl. Ez nem tud már mozogni. Az a baj, hogy nem veszük körbe, ami nem annyira buli, mert egyébként akkor most be fog jönni a gyalog, no mindegy. Hát, megpróbáljuk elfogni ezt, meg igazából itt ezt az egész csomagot körbevehetjük lassan, és akkor ott lehet egy darabot elfoglalni belőle. A hegyeken, azzal nem kell megküzdeni önmagába. Az első szakaszt kitakarítottuk. Jó, lesz egy hosszú védekezési fázis, amikor ugye innen, meg innen csörtetnek ki az erők. Itt a rózánál. Bár igazából azt a rózát, azt meg se kell tartanunk. Elfognunk kell, nem megtartanunk. Teljesen jól védekezhetünk itt is a hegyekben, bár itt meg hegyek közt nem tudom melyik a jobb elsőre. Ez lesz a gond igazából úgyis, legyünk őszinték. No. Azt hiszem ezzel a körrel is megvagyunk, jobb hiány.
Lássuk, mit lép a spanyol. Olyan nagyon lelkesen nem kívánja támadni a gyalogságot a hegyekbe, megértem. Az sose jó, az ritkán jó, sose talán túlzás. De a tüzérséget a hegyekbe azt szívesen támadja. Biztos, hogy jó ötlet volt. Jó, megtámadja, arrébb kergeti, de maradnak elzárva. Az teljesen oké. Ők átreppennek oda. Legalább azt is tudjuk, hol vannak. Ott elvileg meg lehetne próbálni elfogni pár UNL-t. Elvileg. Gyakorlatban majd kiderül, hogy bármit is megpróbálhatunk-e tényleg elfogni. Egyenlőre ezek a milíciák magukban tesznek több kárt. Helyes. Két élt. Az nem baráti. Az nem baráti a BT-t. Arra nem tudom azt mondani, hogy baráti lenne. Egy négy. Hát 3-1 lett, de... Mondjuk, ha nem kéne így 2-t elköltenem, az nagyon örömteli lenne. Ott egy T-26 is, úgy mellesleg. Úgy egy mellesleg T-26. De mondjuk, ha azt a mellesleg T-26-ot meg tudom csípni, akkor én szívesen feláldozom ezeket. Mondjuk a B-at nem annyira. Abból egy csapatot elcsípni, az fincsi lenne. Meg a BT-5 sem rossz. Mindig értékes, ha jön belőle egy adag. Igazán visszamehettél volna a bázisra. Jó lenne, ha meg tudnánk futni azt, hogy elfogjuk őt is. És elvileg oda megyek, akkor ő is benn van az elvágásba. Jan ki fog menni nyilván. Vagy nem, vagy ki tudja, hova megy. Ki tudja, hova megy. Na, annyira nem is rossz a helyzet, mint elsőre tűnt. Jó, hát ezt nem sikerült elvágnunk, de hát ez sajnos várható volt. No. Három. Jó, következő körbe ezt körbevettük és megcsípjük.
az úgy nem annyira jó, ha ezek nem egyesülnek. Azt nem szeretjük. Azt nem szeretném, inkább úgy mondanám. Szóval most ezt meg fogja bombázni, ami annyira nem oké, bár épp most fogunk el rengeteget ebből a jó minőségű eszközből. Hegyek közt bókázhatunk. Úgy se tudok belépni ide, úgyhogy nem érdemes megpróbálni most kiütni. Arra rászánunk még egy kört. Még ezt akár fel is tölthettem volna. Egy kicsit beljebb legyünk. Megölhetnék hármat, de azzal nem vagyok beljebb. Azzal drasztikusan nem vagyok beljebb. Jó. Olaszok haladjanak, amerre tudnak. Csak azért nem támadok, hogy itt harcoljunk, rengeteg szívást begyűjtve. Na, ez már mindjárt baráti eredmény. És akkor te szépen ráállsz. Na, kezd itt valami pofás helyzete kialakulni a dolgoknak. Ez amíg nem mozgok, mert ki tudja, hogy mi lesz. Nem lepődnék meg itt, ha lenne valami ellentámadás féle, amikor idáig eljutunk. Abszolút nem lepődnék meg. Az nem, majd következő körbe. Jó, egyelőre akkor jöhet a következő. Nem még ezzel tudunk előrébb jutni. Ha van mire, mondjuk nagyon nincs. Hát ennyit tudok tenni, hogy egy kicsit fölállunk. Kicsit szűkítjük az ügyet. Bárki tudja, hogy jó ötlete vagy sem. Mert hogy mit lépnek a spanyolok, azt senki nem fogja tudni előre megmondani. De jellemzően nem feltétlenül a legjobb lépéseket teszik. Hát most már majdnem megvan a teljes elvágás az előbb, amit akartunk. De nem halad ez az így. Na, helyes az így szerint. Bár mondjuk kikergeti utána a támadással. Az elvágásból, gratulálok. Nem annyira jött be. Ó, gratulálok, egy légiharcot kezdesz nekem. Akkor nem kell kergetnem téged. Én nem tett bennek át. Ennek nagyon örülök. Nagyon szereti azt a verdaját. Nagyon meg akarja ütni. Nem nagyon sikerül, de dolgozik rajta. Na, mennyibe fog kerülni nekem az? 3. Az sok. Az sok egy picit. Ajajajajaj. De sokan vagytok itt. Na, ez az, ami nem oké. Ez az, ami nem oké. Nagyon olcsón megúsztuk. Nagyon-nagyon olcsón megúsztuk egyenlőre. Ezt mocskosul olcsón megúsztuk.
Ezt mocskosul olcsón megúsztuk. Ebből katasztrófa is lehetett volna, nem pedig csak egy egység elvesztése, mint most lett. Hát négy helyet csak egyet kaptunk. Mi ez a Riverasszony? Hát az nem segít. Négy helyett kettő, és természetesen a sebzést is begyűjtöttük. Hát ez így igazából nem éri meg, amennyit itt már szittyögünk ezen. Na mindegy. Azért még 14 tüzérség. Sose fog ártani. És ez az egész banda most elvágva, az azért számít. Nagyon-nagyon számít. Bár ez nagyon szűk, úgyhogy majd kell dolgoznia itt a spanyoloknak. Ha ezt elvágva is akarjuk tartani. Egy hármat lehet piszkálni, ott meg egy négyet. Mind a kettő kéne, de... Hát először megesszük, utána fogunk foglalkozni lassan-lassan velük. Ja, ezt most már föl kell töltenem. Ez most már nem opció, hogy várakozok vele tovább. Azért üssünk, együnk. Hát, ha elfogynak. Ennek meg nincs több opciója, mint hogy rááll. Azon nincs más lehetőségem, bármennyire is nem oké. Ketté osztjuk. Öt, meg öt. Igazából ezt nem is kellett volna ketté osztanom. Ezt miért is nem tudom feltölteni, csak úgy érdekelne, jó, majd körbe van véve. Aha, akkor ezt le kéne ütni. Akkor őt le kéne ütni. Van bármi erre a feladatra? Nem igazán. Thank you.
Nem igazán, már pedig béjalkat meg ennyire nem akarok tömegesen veszíteni. Még ezt is meg lehetne ütni, de ezt meg minél inkább el akarom fogni. Jó, hát mindegy, az olaszokat megkockáztatom, hogy meghalnak. Annyit tudok tenni, hogy őket becserélem. Akkor ez a pozíció nem fog meghalni valószínűleg. Ezt ki fogják ütni, ezt megölik. Oké, nem tudok vele mit tenni. Majd valami lesz. De elvileg ez a kettő megkapja maga 4-ét, és akkor be is van fejezve. Ez sajnos akcióképes lesz, talán leüti. Valószínűleg leüti, mert ugye ellátmány nélküli lesz teljesen. De nem öli meg igazából az egész olaszt még így se. Csak leüti azt az egységet. De jó lenne, ha nem állnál az utamba olasz vagy spanyol. Milyen hasznos lenne. De hát... te inkább az utamba állsz. Te inkább azt választod, hogy az utamba állsz. No mindegy, ez itt lesz, és legalább a következő körre ad némi légvédelmet. Nem fog ártani. Még egy kört megfutunk, ezt akarom látni, ennek az eredményét. Szeretném látni inkább. Főleg, ha valami jó. Na, ezt egy megadást felteszem, úgy bizony, annyival beljebb vagyunk. Azt... hát nem eszi meg, de közel van hozzá. Na, itt a baj, hogy ezeket elhagyta. Kihagytam volna. Igazából. Valahol tüzérgetnek, de... meg nem mondom hol, ha nyilván. 5, ouch. Drága, nagyon drága, de kellett. És ez a baj, hogy most akkor jöhet rá már még egy... nem tudta megütni. Szerencsém volt, viszont itt most ezt megkergeti. Jó, annyira nincs szerencsém. Annyira nem volt szerencsém, mint szerettük volna. Hát ez méreg drága lesz. 70 légvédelmi pötty. Hát az nem ér meg 250. Ezúttal nem adok bele. Ezúttal nem adok bele. De... tudjuk olcsóbban, ezt egyért le tudjuk ütni. Innen. Csak nem üti meg. 16 BT5, helyes. Ezt egyre ígéri nekem, akkor azt próbáljuk meg. És 16 T26, na az nagyon fincsi lesz. Akkor legközelebb vissza tudjuk hozni ugye a T26-os egységet szépen. Mert az működőképes lesz. Köszönjük, nyilván nem ezt mondtam, hogy menj vissza hozzá. Ha betartod azt az 1-4-et, akkor azzal semmi bajom nincsen. De... üssünk 4-et. Lett belőle 5. Üssél 6-ot. És ő megkivégzi.
tovább nem tud menni, úgyhogy ez ennyi. Jó. Az olaszt majd egyszer elkezdjük lassacskán föltölteni. Téged meg föltöltünk itt helyben, mert neked még van feladatod itt a északi szakaszon, bőven. Téged töltünk. Na és ez a baj, hogy most hogy legyen. Ezek még mindig baromi veszélyesek, és ez a szakasz még nem oldódott meg. Igazából ezt följön. Jó lenne, nem mindenkit ölnénk meg közben. Kiüti. Jó. Teljesen reális opció, ugye? De mindegy, ezek gyakorlatilag teljesen halottak. Ezekből semmit nem tudunk majd hagyni, nem kell hagyni. Ezt meg lassan kiszedjük, illetve megöljük, meg a más nem akkor a spanyolok megölik. Sokat nem hagytunk az elfogásra. Nem, ennek nem ide kell jönni, annak azt kéne megöl. Az egy drága kísérlet lenne. Akkor nem öljük meg azt, bármennyire is jó lenne. Mint egyébként hiba volt. Ezt kellett volna megütnünk. Azzal. És akkor ezt befordíthattuk volna elfogásra. Mindegy. Már ezt tettük. No, egyébként lassan ez is kiüthető fázisban van. Hát, nem állunk itt jól. Ezt a flakkot szerintem el fogom veszteni. Meg igazából ezt a flakkot is valószínűleg. Mindegy, azt kihozom. Kijebb hozom, mert az kevésbé fáj, ha azt vesztem el. Ebben van egy híró, vagy kettő. Gondolom, attól lő előre. Na, fene vigyen el. Na, fene vigyen el, hogy de lassan szedünk ki. Mi maradt? Nem sok. Hát ez. De ezzel nem vagyok előrébb. No, hát amit nagyon remélek, hogy a spanyolok csinálnak is valamit. Mert egyelőre nem sokat tettek ez ügybe. És az a baj, hogy most ennek a felszámolásával fognak szütyögni.
ahelyett, hogy ezt a csordát támadnák meg. Pedig az a csorda nagyon veszélyes. Pedig az a csorda nagyon veszélyes. Na, hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Mára ennyi. Itt még ezt a két légvédelmit itt egyesítem, ha föl tud jönni, nem tud, hát akkor... Akkor annyi, hogy előrébb surgatom az egyiket. Hát, ha előrébb állunk, és innen folytatjuk.